Sziasztok, én Gábor vagyok, és a mai videóban folytatom ezt a gyönyörűséges City Skyline-os kalandunkat. A mai napra azt terveztem, hogy ugye lett egy kis alapterület bővítésünk. No már most. Erre a részre én meg szeretném építeni az új város részünket, és el szeretném ezt itt felejteni. Hogy itt legyen a lakosságnak kb. A 100%-a a jelenállás szerint. Ezen a szigeten. Itt még akár ilyen ipari, kereskedelmi, avagy irodaházas részeket kéne kialakítanunk. No már most, ugye ezen a részén a pályának folytatnám ezt a szabad vonalvezetéses témácskát. Itt pedig kb. Mindent is felszámolni és áthelyezni ide. Úgyhogy én most nekiállok szépenségesen ezt megcsinálni, és már nézzük, hogy mire jutottam. Oké, elméletileg kész van. A lényeg nekünk, hogy van egy ilyen kis, hát keszekuszásnak nevezhető úthálózatunk, amit ugye most szépen nekünk itt be kéne laktatnunk az emberekkel. Láttam, hogy eléggé irgalmatlanul mennek fölfele ezek a lakóingatlanokért az igények. Ugye most szerintem jócskán meg is fogom tenni. Jócskán meg is lesz ez a benépesítési kategória. Viszont innen még el kell tüntetnem, innen már eltüntettem a lakóházakat, úgyhogy már egy fokkal könnyedébben fognak ide beköltözni. Innen is el kéne tüntetnem ezeket a magasabb kvalitású házakat. Ezt nem így akartam, hogy ez kereskedelmi zóna maradjon. Hanem innen. Szépen ti költözzetek ki. És költözzetek be majd a moda. A nektek kialakított kis szigetecskére. Nem tudom, itt az irodaházakkal hogy állunk, mert az, annak is volt itt menet közben eléggé nagy igényem. De hát az a legrendesebb benépesítésre került. Oké. Ide. Elsőkör nekünk azt kéne csinálni, hogy ide költözzetek be. Valamint ezt az egészet légy szíves. Szintén. Valamint itt az egyetem, illetve a hát középiskola köré is áthelyeztem innen ide az egyetemet, illetve a középiskolánkat, valamint ezt a welfare office-t innen. Mert hogy csak itt lesz ez a központi régió, ez külön szigetet szentetem az egyetemnek, lehet itt sétálgatni, stb. Majd parkot is kéne majd ide abszolválni, hogy a lelkes egyetemisták tudjanak hol kiülni, kávézgatni, meg költeni egyéb ilyen dolgokat. Oké, ezeket a magas házakat nem tudom, hogy ez hogyan kéne abszolválnunk. Meg hogy mi már hány méter, de most mire akarsz itt lerombolódni. Oké, ezek a irgalmatlan magas házak. Ide légy szíves. Nem tudom, hogy ennek lesz-e bármiféle jelentősége a későbbiekben ránk nézve. Oké, elmentek ide, már költöznek is befele az emberek. Igen. Szépen ügyesen. Én azt találtam ki, hogy ahonnan ezek kiköltöznek. Így. Oda ilyen típusú lakónegyedet telepíteni, hogy ebből van hiányunk. Akkor legalább romboljam őket, nem költöznek ki egy hamar. Inni. Nem, már költözhetek is, valamint ide. És akkor elméletileg itt ezt szépen be is fogják majd lakni nekünk az emberkéink. Akár ilyet is csinálhatunk, hogy ide a központi régióba ilyen irgalmatlan magas házakat tenni. Az egyetem lesz az elválasztó vonal. Hogy
Ott még ilyen kicsit ilyen mérsékeltebb házikók lesznek. De itt már a sziget belsejében már irgalmatlan a toronyházak. Amit úgy fogok itt megoldani, hogy toronyház. Toronyház. És ugye ezáltal én innen nyugodtan át tudom őket küldeni. Hogy a vízhallátásra ide ti nem kelletek. Mert át fogtok szépen ide költözni. Ebbe a régióba. És remélhetőleg, hogy ezt majd ti díjazni is fogjátok. Elég egy kicsit aranyházak lettek, de most azt ne nézzük. Arra vagyok kíváncsi, hogy ide éppen igen, mik épülnek, mert ugye itt szépen mennek ezek a bérházas történetek. Úgy fogok itt megoldani még pluszban, hogy... Ez az egész itt a tietek. Így légy szíves. Ők a kicsit bonyolultabb történés, hogy itt épülnek szépen ezek a magas kvalitású házikók. És ugye bár az ő helyükre beköltöztetek ilyeneket. Hát, hogy erre nagyon nagy szükségem van. Jó, ezek itt szépenségesen épülnek, ami nekünk a lényeges, még jobban. Hogy miért nem épülnek ezek a típusú házak. Ide mondjuk, nem tudom, mi nem akarnak épülni. Hát a kesztyűt ki is törlöm. És hogyha elmehetek itt, ezek a betelepítések már menni is fognak és működni. Mondjuk azt még meg tudom csinálni, hogy idem. Ilyen típusú házakat is betelepítek. Hogy még több helye legyen ez az egész megoldva. Kaptunk itt valami ügyesbős kis dolgocskát. Ez az annyira nem érdekelt, innen tűnjetek el. Úgy. Nem fogom azért csak őket ide azért betelepíteni, hogy meglegyen ez a régió is, hanem majd szépen ilyen típusú házakkal majd be fog épülni. Azt is meg tudnám csinálni. Hogyha nagyon szeretném. Hogy... Ezeket itt felbontom. Felszámolom ezeket az épületeket. És remélhetőleg, hogy ez a népesség ide fog átköltözni. Mármint én ezt nagyon remélem. Remélhetőleg, hogy itt még tudnának építkezni. Emeleti síkom. Viszont... Oda is tudtok építkezni, hogyha annyira akartok. Ugye ez a régió itten meg lesz. Még annyit szeretnék itt csinálni, hogy... Minden nézzük, hogy mennyire hitelesen tudnak építkezni, és mennyire realisztikusan. Mire is jöhettek mind nyugodtan? Neked ott mi a bajod? Akkor a viszontlátásra. Ez a sor itten még olyan lehet. És nem tudom, hogy itt mennyire lenne hiteles. Teljesen jó. Erre föl már nem építek semmit. Ez ügyben. Na, az lesz a nagy harci feladatunk, hogy... Ez a sor... Még lehetne ilyen típusú ház, mert ugye van rá igény. Ugye aztán ez a két sor meg ilyen nagyobb...
sűrűségű lakóingatlanokból álljon. Nem lehet így fogalmazni? Szépen alakulnak a helyükre a dolgok. Mondjuk... Ide is beköltözhettek. Ők itt szépen megépülnek, amennyire meg tudnak. Olyan, hogy... mi van itten nekem? Kollégium. A kollégium az javában, hogy az egyetem, illetve a középiskolának lesz majd fontos. Én beteszem a kollégiumot, és akkor kvázi innen el fog tűnni. Tényleg költözhetek be szépen a kollégium helyére. Azt fogom nektek még itt mondani, hogy... Még éppen megtelt az általános iskola. Nem legyen sajnos. Kapacitást tudnék én még hozzátenni? Nem. Ezek itt maradhatok egész nyugodtan. Te mi vagy? Kollég. Ez a kollégium. Ez még bírja ezt az egész történést itten. Hoppá, hoppá, hoppá. Épülnek ide a toronyházak. Amit egész pozitívan látok. Neked ott mi a problémád? Hm? Na, semmi. Mondjuk ezt a úgynevezett metró megállót. Ennyire törlöm, mert ugye nincs bekötve a komplet metró. Itt egy picike kis szünetet hagyok neki, aztán későbbiekben majd be lesz minden gyönyörűségesen építgetve. Közben itt a krematórium az ügyesen dolgozik, ugye plusz kocsirálást tudnék még hozzátenni, de ugye azt nem akarok, mert így is, kellőképpen tudnak dolgozhatni. Az egészségügyel vannak itt némi problémák. Tudom, nagy nagyobb egészségügyet tudnék-e. Van nekünk egy sima medikünk, egy ilyen nagyobb kórházat tudnék letenni. Mindenki kap egy ilyen nagyobb kórházat, ez az egész régió. És akkor hát, hogyha jobban el lesznek itt látva. Te mi vagy? Egy trauma osztályt kap ez az egész helikopter leszállót. Speciális eseteket tudnak itt fogadni. Nem arra a speciális esetekre gondolni. Amit van egy ilyen nagyobb kórházunk, ami ezt az egész régiót ellátja. Mi hát, hogyha megkönnyíti a az itt lakóknak a dolgát, és nekünk is egy picikét megkönnyíti majd az egész dolgunkat. Ebből a lakó ingatlanból igen nagy hiány van. Ezért ilyet csinálok. Ide is. Hogy ide légy szíves költözetek be. Első körön. Második körön meg ilyen ideiglenes megoldás szempontjából. Kaptok ide egy ilyet. Mondjuk ez is kezd egy picit alakulgatni, egyre több itt a toronyház, egyre ilyen nagyvárosiasabb ez az egész régió, az egész környék. Hol lenne még érdemes ilyen típusú házakat felépítetni? Nekem olyan, hogy tűzoltóság. Nincsen nekem nagyobb tűzoltóságom, viszont egy ilyen kicsit még leteszek, hogy ez kelleni fog, hogy ellássa ezt a környéket is. Igen. Viszont kap egy ilyen bővítést. Mert nagy tűzoltóságom még nincsen, ezért ilyet tudok csak csinálni. Ilyen nagy rendőrőrset is szeretnék majd letenni, csak hát ez irgalmatlan sok pénz, ez több mint 2 millió. Ez hatot, ez viszont csak 10 autót tud, de viszont olcsóbb. Ez akkor, hogy nem fogom tudni hova letenni. Mindegy, ez most így marad. Kapott ide egy tűzoltóságot, a rendőrség az most egyre jó helyen van így. Itt van némi kis dugócska, de most az minket annyira nem érdekel. Minket annyira nem izgat. És itt ti miért nem cserélődtök le? Ti pedig alakuljatok át ilyenné. Vagy alakuljatok át, vagy építjetek át. Ez éppen nézőpont kérdése. Átalakulni a transformerek tudnak, de most
Ezt inkább hanyagoljuk. Még itt ezt a dugót kicsit meg tudnánk szüntetni azzal, hogy innen is elvezetnénk egy utat ide. Ilyen ideiglenes megoldás gyanánt. Még ezt én másodjára már nem akartam. Első körünk kap egy ilyen... egy ilyet, majd pedig... egy ilyet. Nem tudom, hogy ez most itt mennyire fog nekünk segíteni. Az egészben. Majd egyre most egy kis kacifántosak ezek az utak, majd szépítek rajta egy picikét, hogyha tudok. Ugye szép lassan épülnek át fel ezek a kereskedelmi zónák. Viszont, hogyha már ti ott vagytok, akkor itten rátok nincsen szükség, és ti lakónegyedté alakuljatok át. És amilyen emberekre van szükség, ilyen kisebb sűrűségű lakónegyedecskékre, nem pedig egy nagyobb bérházas történetekre. A krematóriummal hogy állnánk? Most vagy krematórium, vagy temető lenne nekünk a legjobb. Hoppá, itt egy balesetünk? Ennyi volt még a baleset. Hallott, kedves játék? Ezt a fordulószert miért idehoztad? Minél messzebb legyen a lakóvezetünktől, Sipirc innen. Ha lehet ütögetni, akkor én elfelé ütögetném. Sipirc, sic, sic. Menj innen. Nem kell lesz ide. Mondom, nézd, mi a fene ez a fekete itten? Sipirc innen. Nem, 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 nem. Rossz. Rossz forgószél. Kéne egy olyan, mint hogy a macskákat szokták ezzel tanítani ez a spriccelő. Megtölteném vízzel, és elkezdeném fújni, hogy rossz. Rossz forgószél, rossz. Csúnya forgószél, nem szabad. Lehet, hogy ezt nem lehet. A játékban ezt így megoldani. Ám legyen most a forgószél miatt elköltöztek innen az emberek. Ez úgy gyönyörű lesz. Inkább töltsük föl telibe az egészet. Csak ne a híd fele menjél, légy szíves. Nem akarsz te mondjuk úgy elmúlni? Úgy már is. Biztos kell ez nekünk ez a forgószél ide? Jó, oké, eltűnt. Már is nekem eltűnt. Jaj, neked mikor fogják elszállítani ezt a emberkéret innen? Még ezt sose fogjuk megtudni. Viszont azt még megcsinálhatnám, hogy az egész régió ilyen legyen. És valamilyen szerint tudnám csökkenteni ezt az egész kereskedelmi övezet hiányt. Illetve... ide költözhetek... nem. Ide költözhetek is befele. Ugye most már is, légy szíves. Itt az iskolákkal hogy állunk? Ő ugye színig van. Hát meg igen. Az általános iskola, ami kicsit egyszerűbb nekünk, amúgy minden mással jól állunk. Még egy olyat tudnánk csinálni, hogy általános iskola. Ide. Azt mondom neked, hogy ezt ki is bővítem. És akkor te itt jó leszem. Igen. Minden is itt lesz középen. Aztán minden mennek majd kifele szépen az épületecskék. Megy fölfele a boldogság, mivel letettem egy iskolai helyet. Egy iskolát, és akkor többet tudnak tanulgatni. Remélem, hogy ezzel még itt a lakosságunk is gyarapodni fog. És itt is beépítik újra ezeket a helyeket, a szabad helyeket. A kereskedelmi zóna az alakulgat, viszont nekem kéne egy minimális ipari övezet. Igen, légy szíves. Ezt is majd valamilyen szinten át kell dolgoznunk, ez az egész ipari övezetes témát. Arra is készüljön majd újabb ipari övezet, ipari zóna. Na, ti mikor fogtok itt elkészülni? Hát úgy kb. Most. Nem tudom, mennyivel veszik a lakosságunk óránként. Hát ez gyönyörű. 150 fölött van. Bőséggel majdnem elérjük a 200-at. Nem, a 200-at nem fogjuk elérni. Annyi baj legyen mondjuk.
Neked mi a problémád, hogy elhagytad? Mert mindenki ebbe a nagyon nagy magas házakba akar beköltözni, és azért nem akartok ti oda. Tudtok még épülni? Van még építkezési lehetőség, úgyhogy a toronyházak itt majd fognak alakulgatni. Nekem van a nagyobb rendőrség lenne majd a célom. Mennyi tűzoltóságot nem tudok. Nagyobbat, egyelőre. Viszont a rendőrséggel tudnék itten rendet tartani, és ugye az még 1 millió kéne hozzá. Hitelt még nem szeretnék felvenni. Tehát megvan a 25 000 lélekszám. Meg lett a szigetecskének a úthálózatozása, még ugye ez nincs teljesen kész, mert van még itt bal oldalán. Mert még lefelé is van még hely, ahol tudok ezügyben tevékenykedni, illetve terjeszkedni. Maga a népesség, hát az eléggé egy irányba tolódott ugye ebbe a toronyházas régióba, innen pedig költöztek ki fel az emberkéink. Maga a kereskedelmi zónát azt többé-kevésbé ezzel a magasabb sűrűségű ingatlannal töltöttük meg. Ezt a részt ilyen kisebb sűrűségű házakkal abszolváltuk. Lett egy két fejlesztés, lett egy új általános iskolám itt, lett egy új tűzoltóságom, lett egy nagyobb kórházam, és úgy kb. Ennyi, amit itt tudok ilyen pillanatban felmutatni ebben a régióban. Itt meg hát ilyen szedett-vedett módon próbálom az igényeket kielégíteni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki végignéztem. Találkozunk majd legközelebb is. Azt nem tudom pontosan, hogy most videó, avagy élőadás formájában. Ha neki is jók lehetek, én Gábor voltam. Sziasztok!